körbe az egészet egy vágás. Csak a film miatt, mi? Igen. Hú, de szép! Főszakács úr, mi lesz a mai menü? Majdnem mondtam, hogy a kollégám szokott, lófasz babbal, tesókám! Csillissel vagy simával? Akinek nem jó, deci bab nélkül. Szóval mit főzünk ma? Sült húsz lesz, sült krumplival és paradicsom salátával. Holnap meg lecsó. Ha esetleg maradt hús, azt belekockázom. És kész lesz a kockás lecsom. Kész, és nagyon finom lesz. Majdnem úgy tudok főzni, mint halat fogni. Csak ez nem igaz. A főzés jobban megy. Nem. A halfogás jobban megy. Hány halat fogtál, Sanyi? Az a baj, hogy tudod... Négyet. Ma? Nem, az idén. Ezen a pecán. Ezen a pecán semmit. Dannak már azóta az egy kis pontját elhúzta, megint. Megint. De hát Wafterral mindig jön. Nappali bohózkodás. Jó, én kitartok a megszokott mellett. És ki nevet a végén? Én. Nem. Jó lesz az gyerek. Sanyi tartja a fágat. Elég bírom engedni. És jó lesz, hogy támaszkodni. Jó lesz, az biztos, hogy jó lesz. Innen indult, majd oda ment, és ilyen lett. Jó lesz az. Mindig egy kis kasább burgika. Burgir. Megvan a izé? Fász bulla. Az mondta, hogy burgir. Szerettem volna a szerelékeket 24 órát bent tartani, mert én úgy szoktam csinálni a Kisdunán, az esti behúzás után következő este frissítek. De amikor azt mondjuk, hogy nehéz víz, meg sok a szemét, meg húz a víz, ezt most megmutatom nektek, hogy miről is beszélünk, mert a zsinór dugig van mindenféle növényzettel. Úgyhogy bemegyünk, megpróbáljuk ezt fölvenni és megmutatni nektek. Na, próbálok itt a zsinórok mellett végigmenni. Oda süt most a nap, és lehet látni, hogy szemetes a víz. Borzasztó. Ez kb. 40 méteren végig. És az a baj, hogyha süllyesztünk, akkor nem ennyi, de akkor is van rajta. Úgyhogy ez most tényleg egy nem egyszerű horgászat. Ráadásul a radaron látunk halakat, de valamiért a táplálkozás az elmarad. Ugye most meg vannak bolondulva az ívás miatt, jönnek-mennek. A hatnapos eresdés túránknak az első, nem igaz, már második hala megérkezett, harmadik hala megérkezett. Dannak volt az éjszaka egy kispontja, illetve sikerült nekem szénhidrátos bojlira fognom egy balint. És hát szénhidrátos bojlóra sem Dani, sem Sanyi nem pecázik, így kis meglepetés volt az, hogy én ezt feltettem, és ez a kicsivel 10 kg fölötti ívás előtti nagypocakos pont lett az eredménye, durván egy óra, másfél óra elteltével, úgyhogy nézzétek is ezt meg, és a mangó 20 mm-es méretben,
volt a nyerő csali, a favorit csali. Ívás előtti, szép pocakos, szép kis hal, de azért bízunk benne, hogy a következő órákban, napokban azért 20 kg feletti társai is beköszönnek ide hozzánk. Szép. Utolsó napjaiban járunk, és rendkívül nehéz halat fogni, mert a pontyok az ívás miatt elvándoroltak. Maradtak azért előttünk halak, de lényegesen kisebb az egyensúly, mint más időszakokban, úgymond. Ez is egy nagyon érdekes fogás, mert tegnap reggeli órákban frissítettem a jobbos botomat, 24 mm-es BCN plusz bojlival. Ugye a következő nap, azaz ma reggel mentem be frissíteni, egész éjszaka kapástalanul. Egyetlen egy ponton el volt akadva a zsinórom, azt tudni kell, hogy előttünk nincsen tartás sehol, de valamiben akkor is megakadt a zsinórom, 90 fokban másképp állt át, és lényeg az, hogy kapás nélkül egy 12 kilós ponty rajta ült a cuccomon, ki tudja mióta. Szóval ebben az időszakban úgy gondolom, hogy minden hal egy ajándék, mint például ez is. Igaz, hogy nem csinált kapást, úgy érdekesebb lett volna, de ez hatalmas meglepetés volt, hogy rajta ült reggelig. Nagyon szép, egészséges kis ponty. De hogy kapás nélkül, hogy tudnak ezek rajta jönni, ez hihetetlen. Szevasz, kis haver. Szóval, Sanyi, miről is híres a te tojásrántottád? Azt nem tudom. Most mondhatom a választ? Ami számomra egy RSD-s pecához vagy túrához elengedhetetlen, az a tojásrántotta. Alkatrészben láthatjátok, mert a legjobb kuktám, Dániel, már előkészítette, hogy nekem csak le kelljen sütni. Mitől olyan különleges ez az RSD-s tojásrántotta? Hát attól, egy az, hogy a levegő, tehát az átjárja ezt az egészet, a másik, hogy a serpenyő sosincs elmosva, de ez azért, mert vas. A harmadik, hogy háztáji tojást szoktunk venni, amit a néni egyesével törölgetve szeretettel ad nekünk át minden egyes alkalommal. A disznó a sonkához mosolyogva megy a vágóhídra, mielőtt levágják, mert azt tudja, hogy azt nem ismerem. Hogy a Sanyi tojás rántottájával lesz benne. Ez zacskóból volt, úgyhogy nem tudom az előéletét. Na most elkészítjük. Amikor elkezd szépen aranybarnára sülni a szalonna, akkor hozzárakjuk a sonkát is. Kicsit arra is rápirítunk, és jöhet a hagyma. Jenősét irigyelné most a... Hát ezt nem csodálom. Ez az. Jöhet a hagyma.
Persze a legjobb pillanatban merült le a Danisz kamerája, mert mikor máskor, amikor a legfontosabb összetevő a hagyma hozzáadása következett. Csodás. Megsózzuk. Hol nyílik ez? De hol nyílik ez a fors? Megborsozzuk. Oké. Hogy direkt nem szoktam összehabarni a tojást, mert szeretem, amikor nagyobb darab fehérjek is és sárgák vannak benne. Nagyon fontos. Szereted a fehéres állagot? Imádom a fehéres állagot. Na, ezt kivágod. Nem, esélytelen, megvan, amit jöttem. Én nem is alakért jöttem, hanem ilyen pillanatokért, hogy majd este melléd, melléd bújik valaki. Valaki, remélem nem ti. Van itt sok biciklis. Lány. Hú, ez most már tényleg. És a tojás. Direkt nem szoktam ilyenkor összekeverni, mert ilyenkor fog összeállni nagyobb darab fehérjékre és sárgájákra. Látod? És én ezt szeretem nagyon. A csomós fehérjés tojás. Azaz, ott van. Nagyon fontos. Hogy, legyen. Hogy nem szabad kiszárítani, igen, hogy legyen szottyos a rántotta. Ez tulajdonképpen. Most néznek minket is, biztos, hogy ebben szeretik, szeretik, ha szottyos. A rántotta. A rántotta, mindenféleképpen. És itt a vége tusevére. Ez elkészült, gyerekek. Számomra ez egy nélkülözhetetlen kelléke. Az eresdés nagy halas ponthorgászatnak. Tudtad, hogy a Fish Surfing közössége nem csak Magyarországon, de Európa szerte is az egyik legnagyobb online horgászközösség? Ezt is bizonyítja az, hogy Magyarországon több mint 50 ezer aktív felhasználója van. Ezért csatlakoztam én is a Fish Surfing magyarországi csapatához nagykövetként. Ha te is tagja szeretnél lenni ennek a közösségnek, akkor irányozz Apple vagy Google áruházak, és töltsd le az új 2.0-as applikációt, amely most modern, felhasználóbarát köntösbe bújtattunk, így te is gyorsabban tudsz információhoz jutni, és természetesen megosztani a saját fogásaidat is. Új modulok is elérhetőek, mint például a fórum, ahol a saját véleményedet is megoszthatod, kérdéseket tehetsz fel különböző témákkal kapcsolatban. És hogy nem csak a mobilod segítségével tud elérni a Fish Surfing közösségét, ezért a weben keresztül is ezt megteheted, úgyhogy csatlakozz te is hozzánk! Mint ahogyan minden horgászvizen az RSD-n is fontos az, hogy hova teszed le a csalidat, és az is, hogy milyen méretű csalikkal horgászol, viszont itt egyből átpasszolnám Sanyinak a szót, mivel a tavaszi időszakban ő kb. Dupla annyiszor volt horgászni, mint én, és ő próbálkozott különböző méretekkel, de akkor kélek, meséld el, hogy neked mi volt a tapasztalat. Kis Duna nem hazudtolta meg önmagát, úgyhogy ez az év is másképpen működött, mint például az előző évek. És én például nagyon ritkán horgáztam 24-es csalival, mert a 20 mm-es az egy olyan választás volt, ami mindig működött a tavalyi évben. És ha például fent volt egy 24-es csali és egy 20 mm-es csali, akkor általában a 20 mm-essel tudtam megfogni a halakat. És emlékszem én is, mikor elkezdtünk pecázni ugye ősszel, akkor is egyből azt mondtad, hogy igen. Nem variálunk, nem így. Kell 16, 24, 30, ha ezekről ne is beszéljünk, 20 mm. Úgyhogy az idei év elejét is kis csalikkal, 16 mm-es, illetve 20 mm-es bojlikkal indítottam, de aztán, ahogy jött a húsvéti erős felmelegedés, akkor ugye hamar
meleg lett a víz, vagy hogy mondjam, aktívak lettek a fehér halak, és ugye nem egyszer volt, hogy a frissítésnél már nem volt rajta a 16-os vagy a 20 mm-es csali, így leginkább ebből azokból kifolyólag feltettem a 24 mm-t, mert ha esetleg meg is találják és még rágnak is belőle, akkor is marad még ott csali, és ez idén tavasszal úgy néz ki, hogy egy sikeres döntés volt, mert szinte az összes rekordlistás halamat 24 mm-es csalival sikerült megfogni. Hiába volt bent mellette a 20 mm, valamiért mindig a 24-est húzta el. Nagyon fontos szerintem elmondani azt, hogy az esetek 98%-ában a BCM plusz csalit húzták el a halak. Hát mindig ez a rákos összetevő, ami ugye nagyon hasonlít a természetes táplálékukhoz, ez egy nagyon, nagyon jól bevált csali. És a csali mérettel játszva meg egész jó eredményeket sikerült elérni szerencsére. Igen, mert ugye nagyon masszív és sok mennyiségű rákos összetevőt tartalmaz, így ezért, mint te is mondtad, a halak egyből úgy fogják fel, mint hogy a természetes táplálékuk lenne. Ezért nem is szeretek bőle sokat etetni, hogy ne legyen taszító vagy riasztó a számukra, hanem az a minimális csali, az egy mint egy kis kagylótelep, vagy mit tudom, egy kis rák, vagy valamihoz tudják hasonlítani esetleg. Legalábbis ezt csak gondoljuk, mint horgászok. Viszont ezzel szemben meg ugye az volt az érdekes, ami mi is elgondolkodtunk, hogy ez miért van, hogy ugye húsvétkor voltam én is először az RSD-n veledek horgászni, és az ide, és ott te is, és attól kezdve te is ugye mondtad, hogy mindig próbáltál a 20 mm-esre, de a 24-jel voltál sikeres. Én meg viszont ugye mondtam neked, hogy na jó, én azért is fel fogom rakni a 16 mm-s csalit, és én azzal fogtam húsvétkor a halaimat, egytől egyig. Valószínűleg tartom így most már így utólag visszagondolva, hogy én szeretem jól elengedni a csalit a horoktól. Lehet, hogy... Ebből adódóan úgy gondolom, hogy nehezebben tudja fölakasztani magát a fehér hal az én horgomra. Ez is lehetett az egyik oka annak, hogy nekem lassabban faragták le, vagy lassabban tűnt el a hajszáról a kisebb csali, de most már... Ez szerintem hozzátartozik az is, hogy effektív ponyból mennyi van előttünk. Tehát, hogyha nagy mennyiségű, vagy nagy számban van jelen a ponty, akkor nincs ideje a keszegnek leszedni. De amikor például Danival lent voltunk március elején, és ugye péntek este jöttünk, vasárnap délelőtt mentünk, egy kapásom volt, az a 23 kilós volt. Olyankor, amikor nincs olyan nagy számban ott a pony, akkor találja meg leginkább a keszeg, és olyankor tűnt el a 16-os csali. Igen. Tehát valószínű, hogy amikor te erőltetted a 16-ost, akkor valószínűleg valamennyivel több pont lehetett előttünk, és azért tudott fent maradni a hajszálon ugye a kisebb méretű csali is. Te emlékszel, hogy húsvétkor azért neked is napi egy, de volt, hogy kettő kapásról is volt, tehát fogtunk halakat. Számomra viszonylag ritka azért. Igen, és inkább a kiseggel is. Voltam délelőttem ugye, amikor három, talán négy kapásom is volt egy délelőtt. Jó, egyet csúlyban nem a legnagyobbak voltak, de jöttek a halak, tehát éreztük azt, hogy Dani is fogott halat folyamatosan, tehát visszaigazolást kaptunk arról, hogy itt vannak előttünk a halak. Most pedig például ugye most itt vagyunk a május közepi tavaszi időszak utolsó RSD speciáján, felmentek ívni a halak. Tehát nagyon kevés most hal van előttünk. Minden kapásért meg kell küzdeni. És azért keszeget is többet fogunk. Nagyon bízom még mindig benne, igaz, hogy most már lent vagyunk. Három éjszaka? Igen. Harmadik éjszaka múlt el. És meg kettő van hátra. Hogy meg se csippantak a jelzők. Ugye ma reggel volt egy váratlan halam, ami kapás nélkül rajta tudott lenni, úgyhogy az valami hihetetlen, na mindegy. Egy ekkora testű hal nem tud kapást csinálni. De jó esetben is csak egy kapásunk van a hat botra. Igen,
Tehát az a jó eset, amikor egy kapásokkal szóval tudom, hogy nem minden hal megy el ívni, tudom, hogy maradnak itt, csak ugye jóval-jóval kevesebb, ezáltal ugye a kapások száma is drasztikusan csökken, de azért még mindig bízom benne, hogy az az egy hal errefelé jön és megtalálja a csalit. Köszönöm! Köszönöm, köszönöm, köszönöm! Jó étvágyat! Igen. Gondoljátok, hogy kevés a tudsz? Akkor egészségetekre! Uraim! Hirtelen fura hangokat kezdtem el hallani innen a szomszéd állásról. És nézzétek meg ez a két idióta mit csinál. Isten, megáll a szívem. Ó, 19 fokos vízbe. Szerintem még annyi sincs. Beteg vagy. Ez a cápa uszony? Ez nem cápa uszony. Azt a kurva. A baby cápa, na és akkor mi van? Itt van az esti frissítés ideje, nagyjából 7 óra van, ez teljesen jó, hogy 24 órát kibírjanak a csalik. Ilyenkor behúzásnál, vagyis hogy behordásnál próbálok nyílt iszapos részeket keresni, lehetőség szerint lágy iszaposan, mert abban szerintem sokkal jobban megtalálhatók a kis élősködők, rákok, kiskagylók, vagy nem élősködők, hanem kis élőlények, amit a pontyok előszeretettel fogyasztanak. Nagyjából a víz közepére fogok húzni. Jó, hogy kevés visszajelzés van, így még nem tudom a pontos vonulási útvonalukat. Egy méter a víz, szinte egy nagy focipálya. Egy-két kisebb halat lehet látni csak a radaron.
van, és sikerült egy gyönyörű 18,5 kilós pontyot fogni. Most már nehezebb, mint a tavaszi időszakban kapást elérni, úgy gondolom. Most már szétszóródtak a halak az ívás után, de azért sikerült egy gyönyörű, szép, hibátlan pontyot elcsípni. Kíváncsi vagyok, lesz-e benne csip. Nagyon szép hal. Egyszer 20 mm-es BCM pluszra érkezett. Nagyon gyenge kapással, mert a fenéken nagyon erősen folyik a víz. A fenéken alakadt három helyen a zsinór. Gondolom nem tudta rendesen elhúzni. De nagyon szép van.